Sziasztok! A mai videóban egy csomó Essence újdonságot fogok tesztelni, ugyanis nemrégiben kaptam Essence termékeket tesztelésre, és a nagy részét még nem próbáltam ki, úgyhogy ebben a videóban elkészítem ezt a sminket, illetve természetesen közben megosztom veletek az első benyomásaimat a termékekkel kapcsolatban. Mindenképpen maradjatok velem a videó végéig, ugyanis rátok is vár egy kis meglepetés. Ügyesen elfelejtettem bekapcsolni a kamerát alapozás előtt, úgyhogy már készen vagyok az alapozással, de elmondom nektek, hogy mi is történt. Szóval két alapozó érkezett a csomagban, az egyik az Essence Camouflage 2-in-1 Makeup and Concealer, a 10-es Ivory Beige árnyalatban, a másik pedig, amire én azt hittem, hogy púder, az az Essence Get Picture Ready Long Lasting Compact Makeup, a 10-es Matte Ivory árnyalatban, ez igazából egy ilyen tégelyes alapozó, szóval ez nem púder, de én végül ezt használtam, ez a neve alapján egy magas fedésű alapozó. Tényleg nagyon jó fedése van, de azért nem mondanám teljes fedésnek, akinek vannak bőrhibái, annak valószínűleg még emellett is szüksége lesz korrektorra. Egy viszonylag sűrű, textúrájú alapozó, de jól el lehet oszlatni a bőrön. Ilyen púderes hatásúvá válik szinte azonnal felvétel után, tehát nincs semmilyen ragacsos vagy furcsa érzés. Matt finishű, amit láthatjátok, hát hogy mennyire hosszan tartok, azt sajnos most nem fogom tudni megmondani, de egyébként szerintem egy egészen jó kis alapozó. Jöjjön a korrektor, az Essence Get Picture Ready Brightening Concealer-t fogom használni, vagyis ez egy ilyen világosító korrektor, amit a szem alá lehet használni. Ez a 10-es Ivory árnyalat, és ennek ilyen kis szivacsos applikátor van a végén, ami nagyon emlékeztet a Maybelline Age Rewind vagy Instant Anti-Age Effect korrektornak a kis szivacsos applikátorára. Viszont ez azért máshogy viselkedik, miközben felviszem a korrektort vele. Kicsit úgy húzza a bőrt, ez nem annyira gyengéd ez a szivacs. Nos, valóban világosítja a szem alatti területet, de azt nem mondanám, hogy túl nagy fedése van, szóval ilyen nagyon sötét karikákra szerintem ez a korrektor nem lesz jó. Egyébként nagyon könnyen el lehetett oszlatni, nagyon kis könnyű textúrája van. Térjünk a korrá szemsminkre, majd még a pirosításra visszatérek a videó végén. A szemsminkhez most ezt az Essence Contouring Eyeshadow szetet fogom használni, ez a 01-es Mauve Meets Marshmallows árnyalat, ami áll egy ilyen világos színből, amit ugye lehet kiemelésre használni, akár szemöldökcsonton, akár belső szemzugba, illetve egy sötétebb árnyalatból, amit mondjuk mélyítésre lehet használni. Úgyhogy én most először a világosabb árnyalatot azt eloszlatom a szemhéjon. És a sötétebbik szín pedig egy puffy ecset segítségével elsatírozom itt a mélyítő vonalon, ugyanis egy csillámos szemhéjpudert fogok majd használni a szemhéjamon, és szeretném, hogyha szép lenne az átmenet, úgyhogy ezt fogom most használni ilyen átvezető színként. A sötétebb szín egyébként egészen jól pigmentált, viszont azt már most látom, hogy porzik, ahogy beleváltom az ecsetet a festékbe. Nem rossz az a kis szemhéjpuder duó, de én annyira nem érzem must have-nek. Azt nem tudom, hogy van-e belőle vajon más színösszeállítás is, más árnyalat. Én ezt annyira nem mondanám kihagyhatatlan darabnak. A szemhéjamra egy csillámos színt fogok használni, mégpedig az Essence The Metals monoszemhéjpuderből a 02-es Frozen Toffee árnyalatot, ami egy ilyen szép, csillámos, kicsit szürkés, kicsit barnás, kicsit tókos árnyalat. Úgyhogy ezt egy lapos ecsettel fogom felvinni a szemhéjamra. Ezt jól leütögetem, mert attól félek, hogy ez le fog potyogni a szemem alá, hogyha nem vigyázok. Sajnos hiába próbáltam nagyon óvatos lenni és leütögetni a felesleget az ecsetről, meg ilyen tapogató mozdulatokat használni, sajnos még így is potyogott belőle egy kevés a szemem alá, de végül is annyira nem vészes. Egyébként
szép színe van, viszonylag intenzív is, bár szerintem lehetne ez még egy picit intenzívebb is, viszont ez ugye ilyen égetett szemhéjpúder, tehát ezt lehet nedvesen is használni, és úgy biztos vagyok benne, hogy még intenzívebb. Jöjjön most akkor egy szemceruza, amivel a felső vízvonalamat fogom kihúzni. Ez az Essence Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof, vagyis elvileg ez a szemceruza vízálló, és nagyon könnyen siklik a bőrön. Ez egyébként a 05-ös Rockin' Taupe árnyalat. Hát ezt benéztem, mert a vízvonalamon nem akar fogni, de megpróbálom akkor felvinni a szempillák tövébe. Na, ott már azért fog. De még itt sem túl intenzív. És egyáltalán nem siklik könnyen. Pedig itt a készfejemen jól siklik. Nem értem. Na, most mintha kezdene beindulni a dolog. Picit elsatírozom. Ezért a szemceruzáért nem vagyok oda különösebben, pedig a készfejemen egészen jól fog, de a szememen sokkal nehezebb szép egyenletesen felvinni, és én megmondom őszintén, hogy intenzívebb színhatásra számítottam. Meg fogom majd nézni a többi árnyalatot a boltban, hogy azok milyenek, mert ez most nekem annyira nem az igazi. Jöjjön akkor a szempillaspirál, az Essence The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited szempillaspirált fogom használni, aminek hagyományos keféje van és picit hosszított a feje, úgyhogy remélem, hogy ez nagyon szép pillákat fog csinálni. Igen, azt gondolom, hogy ez egészen szép pillákat csinál, dúsít, illetve ível is, és én úgy látom, hogy valamennyire hosszabbít is. Egy nagyon-nagyon picit összetapasztja a pilláimat, de hogyha odafigyelek a felvitelre, akkor ez elkerülhető. Ez a szempillaspirál szerintem egészen jó, nagyon szép szempillákat csinált, szerintem ti is láthatjátok így a videón keresztül, hogy igazán kiemelte a szempilláimat, úgyhogy ez nekem nagyon bejön. Viszont esküszöm, úgy érzem, hogy a szemhéjpúder az így egyre inkább kezd veszíteni az intenzitásából. Lehet, hogy nedvesen kellett volna használnom, és akkor intenzívebb lenne a dolog, de hát mindegy, ezért is jó ezek az első benyomás videók, mert így kiderülnek ezek a dolgok is. Most pedig akkor befejezem az arcsminkemet. A most következő termék az egy limitált kiadásnak lesz a része, de úgy láttam, hogy kint van még a Müllerekben. Ez az Essence Me and My Umbrella trendkiadás, és abban van egy ilyen mini kontúrszett. Az egyik az egy kontúrozó, a másik pedig egy highlighter, úgyhogy nézzük is akkor a kontúrt először. Ez csak így a kezemmel dolgozom el. Nagyon krémes egyébként. Nos, meg is vagyok a kontúrozással. Szerintem egészen jól beleolvadt a bőrbe, viszonylag krémes ez a kis stick, úgyhogy jól el lehet dolgozni újjal, de szerintem akár ilyen sminkszivacsot is lehet használni az eldolgozására, úgyhogy ez szerintem jó pofa, meg tök cuki, hogy ilyen kis picike. Ugyan ebből a trendkiadásból fogok használni egy pirosítót, aminek egyszerűen gyönyörű a mintája, igazából lehet, hogy nem is kéne belenyúlnom, de mindenképpen ki akarom próbálni. Ez a 01-es You Can Stand Under My Umbrella árnyalat. Ismerős valakinek ez a Rihanna dal? Na nézzük! Nagyon visszafogott színe van, de azért úgy látom, hogy lehet fokozni a dolgot. Ilyen nagyon enyhe rózsaszín, és minthogyha lenne egy pici fénye. Most próbálok egy picit többet felvinni belőle, hogy valami látszódjon azért a videón is. És akkor jöhet a kontúrszetnek a másik tagja, ez a highlighter, amit ide felviszek. Aztán pedig eldolgozom. Látszódik belőle valami egyáltalán? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon visszafogott a dolog.
Valamit azért látok, hogy van, de nem az a 20 km-ről ordító highlighter. Aki a természetes hatású highlightereket szereti, annak érdemes megnézni ezt. És akkor jöjjenek végül az ajkak, igazából egy csomó ajaktermék van itt, viszont mindegyik matt, szóval túl nagy választási lehetőségem nincsen. Az egyik az az Essence Matte 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 Long Lasting Lip Gloss, ez a 03-as Girl of Today árnyalat, ez egy ilyen folyékony matt ajakrúzs tulajdonképpen. A másik az a 2-in-1 Lipstick and Liner, ez a 02-es Make Some Noise árnyalat, ami használható ugye rúzsként, illetve kontúrceruzaként is. És akkor van még itt a Me and My Umbrella trendkiadásból egy nude rúzs, illetve egy bordó rúzs, ezek is mattok. Az állandó kollekcióból pedig szintén egy matt árnyalat, ez a 02-es Perfect Match árnyalat. Úgy láttam, hogy ez a két szín nagyon hasonló, szóval, hogyha valaki esetleg lemaradt erről a Me and My Umbrella kollekcióról, akkor láthatjátok, hogy szinte teljesen megegyezik a két árnyalat. Én most az állandó kollekció részeként kapható matrust fogom használni, de előtte kipróbálom ezt ilyen kontúrceruzaként. Nagyon szépen tudtam kontúrozni vele, a kérdésem csak az, hogy ez vajon meddig marad ilyen hegyes, mert nyilván egy idő után tompulni fog, és akkor már nem lehet ennyire szép, precízen használni majd kontúrozásra, de egyébként most abszolút jól működött, nagyon szép színe van, nagyon könnyen kenhető, az ajkakat is ki tudtam tölteni vele, és akkor jöjjön a rúzs, tehát ahogy mondtam, ez a Matte 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 Lipstick a 02-es Perfect Match árnyalatban, ami szerintem egészen jól harmonizál ezzel a kontúrral. De szép színe van, úristen! Ez csodálatos, ez a rúzs. Csodálatos! Úristen, de jó! Ez a rúzs egyszerűen csoda. Isteni szép színe van, nagyon jó az állaga, nagyon krémes, nagyon kényelmes viselet. Nem mondanám fullra 100%-osan matnak, van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon enyhe fénye, de hihetetlenül tetszik. Nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ebből szerintem meg fogom nézni a többi árnyalatot is, mert ez valami zseniális. És így már is készültem a sminkemmel, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó és hasznosnak találtátok, de ne menjetek még sehova, mert ahogyan mondtam a videó elején, van a számotokra egy kis meglepetésem, mégpedig egy Essence ajándékcsomag, amiben 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab termék van, többek között egy Essence matte rúzs, egy Essence BB színezett ajakbalzsam, egy Essence Rock and Doll szempillaspirál, egy ilyen kétvégű szemceruza, egy folyékony matt ajakrúzs, valamint egy három színből álló highlighter, illetve bronzosító paletta. Hogyha szeretnétek megnyerni ezt az ajándékcsomagot, akkor nincs más dolgotok, mint iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, majd itt a videó alatt kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc Essence terméketek, valamint az e-mail címeteket is, ami értesíteni tudlak, hogyha te vagy a nyertes. Mindenképpen olvassátok el a videó alatti leírást, ugyanis ott lesz részletesen minden feltétel a nyereményjátékkal kapcsolatban. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hiszen annak mindig nagyon örülök, és itt is időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!